A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy néked mondhattuk el ezt a szép hosszú imádságot. Te tudod, hogy melyikünk szívében őszinték ezek a kérések és hálaadások. Szeretnénk valóban úgy élni, hogy akármit cselekszünk, az téged dicsőítsen. Köszönjük, hogy minden nyomorúságunkból hozzád kiálthatunk, hogy siess, nagy Úristen, a mi segítségünkre. Köszönjük, hogy te ma is cselekvő Úr vagy. Kérünk, ragyogtasd fel előttünk ezt a tényt. Hadd tudjunk mi így is bízni benned, hadd tudjunk sokkal jobban számítani rád. Erősítsd meg bennünk a beléd vetett bizalmat. Taníts meg feltétel nélkül hinni a te kijelentéseidnek. Segíts minket, hogy bátran építsünk a te igédre. Adj nekünk belső bizonyosságot, teljes meggyőződést arról, hogy mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek. Kérünk téged, hogy ebben a csendben, akármilyen fáradtan jöttünk is ide, hadd érthessük meg a te hozzánk szóló szavadat, és legyen neked ma este személyesen hozzánk szóló üzeneted. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 8. részéből olvasom, a 26-tól a 40-ig terjedő versekből. Cselekedetek könyve 8. rész, 26. verstől. Milyen jó lenne ilyenkor nagy papírzörgést hallani, hogy ki keresi a zsebében hozott Bibliájában az igét. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj föl, menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt, az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás profétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás profétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre ő így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt, amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen. Fülöp ezt mondta neki, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt,
és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába ért. Még ma is arról hadd legyen szó, ami kimaradt a két héttel ezelőtti ige hirdetésből, mert nem is férhetett bele. Akkor Fülöp diakónus szolgálatairól beszéltünk, és ezzel az etióp főemberrel való találkozását is említettük. Akkor azonban Fülöpről volt szó, most pedig erről a találkozásról hadd legyen szó. Nagyon fontos üzenete van ennek, és ezt az egyetlen gondolatot szeretném kiemelni ebből a jó ismert történetből. Ez pedig az, amit Jézus a 38 éve beteg meggyógyítása után így mondott a vele vitatkozó farizeusoknak: az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ebben a történetben azt vegyük most észre, hogy ki a munkálkodó Isten. Ragyogjon föl előttünk a cselekvő Istennek a nagysága, mert a mi atyánk mindez ideig munkálkodik. És olyan nagy nyereség az minden hívő embernek, ha észreveszi Istennek a munkáját. Ha nem olyan ostobaságokat mond, hogy most szerencsém volt, most meg bal szerencsém volt, hanem ha látja Istennek a munkáját. Ha az események mögött fölismeri a cselekvő Istent, és ha számít erre a cselekvő Istenre, és Istennek a tetteire. Mit tudunk meg az etióp főemberről ebből a rövid leírásból? Megtudjuk azt, hogy magas beosztású állami tisztviselő volt. Ma így mondhatnánk, de ez nem fedi egészen az akkori valóságot, hogy pénzügyminiszter volt, kincstárnok, aki a Kandakénak az első számú beosztottja volt. Kandaké az nem személynév, hanem tisztséget jelöl, olyan, mint a fáraó, meg a császár, meg a király, így nevezték az etióp uralkodót. És ha az uralkodó nő volt, akkor a hozzá legközelebb álló, legmagasabb beosztású tisztségviselőket ivartalanították. Ez a szó szerepel itt az eredeti szövegben, hogy eunuch volt ez a kincstárnok. Azt is megtudjuk róla, hogy gazdag lehetett, mert kocsival járta meg ezt a hosszú utat. Művelt ember volt, hiszen tudta olvasni a Bibliát, valószínűleg az Ószövetség görög fordítása, az úgynevezett Septuaginta lehetett az, ami az ő kezébe került. És vágy ébredt a szívében az élő Isten megismerése után, ezért vállalta ezt a fantasztikusan fárasztó és hosszú utat, 2000 kilométer oda, 2000 vissza. Annyi volt a távolság az ő székhelye és Jeruzsálem között, mint Budapest és Moszkva között. Ezt egy akkori, nagyon szerény kocsin, itten hintónak mondja a Biblia, megjárni több hétig vagy hónapig tarthatott, hosszú ideig tartó, fáradtságos utat telt meg, sokba is került ez neki. Még többbe kerülhetett az a könyvtekercs, amit megvett, mert vagyont élt akkor egy ilyen könyvtekercs. Ez a leghosszabb profétai könyv, 66 fejezete van Ézsaiás könyvének. És amikor hazatért, nyilván beszámolt a hosszú utazásról, sőt, noha erről itt nincsen szó, biztosan vehetjük, hogy nem tagadta le a hitét sem, hanem beszélt arról a Jézusról, akit útközben megismert, és akinek a szövetségébe, a keresztség által őt is beiktatták. Ennyi volt maga az esemény. És ezt többféleképpen lehet értelmezni és kommentálni. Elmondok csak úgy próbaképpen egy rosszindulatú, vagy kicsit közönségesen megfogalmazott variációt, meg egy jóindulatú, de szintén értetlen kommentálást.
A közönséges így hangzik, hogy begolyózott ez a mi kincstárnokunk. Teljesen meg van zavarodva. Nincs megelégedve az itthoni vallásos élettel. Valami láthatatlan Istenről hallott, és ezt a láthatatlan Istent keresi. És képes elmenni oda messzire Jeruzsálembe, hogy meglássa ezt a láthatatlan Istent. Hogy lehet meglátni egy láthatatlant, nem tudjuk, ő tudja, vagy ő se tudja, de ez most már teljesen rögeszméjévé vált, és képes rázatni magát 4000 kilométeren át, azért, hogy oda eljusson. Óriási pénzbe kerül ez neki, és nagy pénzért valami könyvtekercset is vett, azóta is azt olvassa, és valami Jézusról beszél itt mindenkinek. A jó indulatú variáns az úgy hangozhat, hogy tudtuk eddig is, hogy ilyen alapos ember ez a mi miniszterünk, gondolkozó ember. És így jutott el oda, hogy nem elég neki az, amit a mi vallásunkat, pedig a mi őseinknek is elég volt, meg nekünk is elég, olyan szép bálvány szobraink vannak, azokat imádjuk, tiszteljük, semmi különösebben bonyolult dolgot nem vár tőlünk ez a vallás. Ő meg hallott valami kis népnek, valami Izraelnek az Istenéről, és azt akarja megismerni. Nos, el is ment oda, biztos sokba kerülhetett neki, és olyan szerencséje volt, hogy a véletlen összehozta valami írástudóval, aki egészen különös dolgokat mondott neki egy egészen különös emberről, valami Jézusról, aki állítólag Isten is volt, meg ember is, meg meghalt, meg föltámadott, és azóta erről beszél itt nekünk is. Az biztos, hogy megváltozott az élete. Egészen más ember, mint azelőtt volt, sokkal jobb a közelében lenni. Ez a jobb indulatú variáns. De mind a kettőre jellemző, és említhetnénk még más változatokat is, az, hogy a lényeget nem értik. És nagyon sokszor ez hiányzik belőlünk, hogy éppen a lényegét nem értjük egy eseménynek, mert az események mozgatóját nem vesszük észre, és nem ismerjük. Mert mi volt itt a valóság? Aki ismeri az élő Istent, és a hit szemével a teljes valóságot látja, nem csak a leírt eseményeket, az azonnal fölismeri, hogy ennek a pogány embernek a szívébe Isten oltott vágyat önmaga után. Hát nem mindenki lett elégedetlen azzal a pogány vallással, amiben éltek. A többség úgy volt, hogy jó volt ez apáinknak, és jó ez nekünk is. Mit kell itt valami újat, különlegeset keresni? Beleoltotta Isten a vágyat az ő szívébe a több után. Fölismerte azt, hogy nem lehetnek valódi ember feletti hatalmak azok, amiket az ember készít magának. Ezek a bálvány szobrok kint segítettek eddig. Hallotta már őket beszélni valaki? Érdemes hozzájuk beszélni? Hallják ők? És így tovább. Nagy fölismerés volt ez abban az időben, noha nekünk banalitásnak tűnik, és azon csodálkozunk, hogy hogy lehetett ilyen szobrokat istenként imádni. Nos, az ő szívében ellenállhatatlan vágy ébredt az élő Isten után, ha van olyan. És hallott az élő Istenről. Ez sem adatott meg minden etiópnak. Nem tudjuk, hogy hogy jutott el hozzá valami információ Izrael népéről, meg Izrael Istenéről. Művelt és olvasott ember lehetett, valami a kezébe került, és megakadt a szeme rajta. És nem tudott szabadulni ettől a gondolattól. Hogy ezek szerint létezik olyan emberfeletti, természetfeletti hatalom is, ami, aki, hogy is kell mondani, cselekszik. Állítólag az az Isten teremtette ezt az egész világot. Valakinek teremtenie kellett, mert olyan rend van benne, olyan logikája van, ez magától nem jön létre. És ez az Isten az ő népét kiszabadította az egyiptomi fogságból. Évtizedeken át gondoskodott róla a pusztában. Visszahozta őket a babiloni fogságból. Ezek olyan információk voltak, amik elgondolkoztatták.
kell lenni ennek az Istennek. Ez szokatlan gondolat volt, hogy láthatatlan, mert minden Isten látható. Az egyik ekkora, a másik akkora, amekkora faragták. Egyiket bevonták vékony aranyfüsttel, vékony lemezzel, az csillogott, villogott a napfényben. Az egyiknek nagyobb füle volt, a másiknak kisebb, és így tovább. Láthatatlan, ez szokatlan gondolat volt, de talán éppen emiatt lehető valóságos létező. Hiszen ha ember feletti, természet feletti, akkor lehet, hogy megközelíthetetlen a mi számunkra. Ki tudja, milyen gondolatai voltak, minden esetre hallott az élő Istenől, és nem tudta lecsillapítani a szívében a vágyat azután, hogy ő megismerje ezt az Istent. El kell menni oda, ahol ennek az Istennek a temploma van. Neki csak egy temploma van Jeruzsálemben, akkor elmegyünk oda. Ez nem volt ám kis elhatározás. Több hónapos szabadságot kérni, talán minden vagyonát latba vetni, rendkívüli fáradtságot, zögykölődést vállalni hosszú időn át, elmenni a nagy ismeretlenbe. Megérkezik. Nem tudjuk, hogy mi fogadta Jeruzsálemben. Pedig ez engem nagyon érdekelne, mert itt nálunk is sokszor nem az fogadja a kereső embereket, ami kellene, hogy fogadja. Sokszor nem az a befogadó szeretet, az az érdeklődés, az a természetes kedvesség, aminek pedig, mint a lélek gyümölcsének, meg kell teremnie minden hívő ember életén. És ő csak abba az udvarba mehetett be, amelyikből Jézus virágvasárnap kizavarta a kereskedőket. Az volt a pogányok udvara. Azt azért létesítették, hogyha ilyen kincstárnok félék a pogány világból megérkeznek, hogy megismerjék az élő Istent, akkor ott halljanak fölolvasásokat a Bibliából, ennek az Istennek a tetteit megismerhessék, és legyen csönd, hogy a maguk módján imádkozhassanak hozzá. Nos, éppen erre nem volt lehetőség világvasárnap, azért kerül sor arra, amit Jézus cselekedett. Nem tudjuk, hogy ezt a kincstárnokot mi fogadta ott, minden esetre az se véletlen, hogy hozzájutott egy bibliai tekercshez, hogy éppen az Ézsaiás tekercséhez, hogy meg tudta venni, hogy rászánta azt a kimondhatatlan nagy összeget, amiben akkor egy könyvtekercs került. Magán tulajdonban nem volt akkor biblia, még a zsinagógákban sem volt meg minden tekercs, cserélgették és fölváltva olvasták föl a többnyire írástudatlan népnek. Ez mind-mind csoda, hogy ő talált egy ilyet, elszánta magát, hogy megvette, azonnal elkezdte olvasni, micsoda szomjúság lehetett a szívében, hogy olvassa a rázós szekéren azt, amit nagy rész nem is ért. Ki szokott végigolvasni egy olyan könyvet, aminek a nagyobb részét nem érti? Becsukja az ember néhány oldal után. És ő olvasta. És akkor nem a véletlen küldi oda ezt az írástudó Fülöpöt, hanem a Szentlélek küldi oda. Isten időzítette a találkozásukat, tudjuk a másik vonalat, hogy Isten adta a parancsot Fülöpnek, ő meg azonnal elment, nem tudva, hogy milyen feladat vár rá. Igen, lassan haladhatott ez a kocsi, hogyha hallotta, hogy mit olvas, az ókori ember többnyire hangosan olvasott, és hogyha lépést tudott tartani vele egy ideig, és csak utána invitálta meg a kincstárnok, hogy üljön oda mellé. Olyan szép kép lehetett ez, nem? Hogy egy fekete, meg egy fehér ember egymás mellett, az egyik már ismeri Jézust, a másik nagyon keres valamit, nem is hallotta talán még ezt a nevet, hogy Jézus, de néhány óra múlva már Jézusnak a tanítványa lesz, aztán hazaérve Jézusnak a küldöttje, az apostola lesz, és hirdeti tovább azt, amit ő is egész frissen hallott. És vajon ez nem Isten munkája, hogy elhiszi azt, amit hall? Hogy Fülöppel szemben nem a kételkedés, kérdés özönét árasztja, hanem befogadja az igét? Hogy a Szentlélek bizonyosságot támaszt benne? Hogy rövid ige magyarázat után egy ilyen hitvallás fogalmazódik meg benne, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Nyilván erről hallott Fülöptől, életében először, egy ószövetségi ige alapján.
Hát ez nem megy magától. Ez mind-mind Istennek a munkája. Az, hogy kezébe adta a Bibliát, az, hogy küldött ige magyarázót, mert arra minnyájan rászorulunk, az, hogy adta az ő szent lelkét, mert hiába magyarázza valaki az igét, ha a szent lélek nem világosítja meg az ige hallgatót, és az, hogy adott neki bizonyosságot, ezt mindjárt ki is mondja, és ő ehhez a Jézushoz meg az ő népéhez akar tartozni. Ezért kéri, hogy keresztelje meg Fülöp. És itt megint az Isten csodáját csodálhatjuk, mert mint eunuch nem lehetett volna tagja az Ószövetség népének. Nem lehetett volna teljes értékű prozelitus, ahogy a pogányokból lett zsidókat nevezték. De tagja lehet az Új Szövetség népének. Ennek a tágasabb szövetségnek, amit Krisztus tett lehetővé mindenkinek, aki vágyik ő utána, aki keresi őt, és megtapasztalhatja, hogy aki keres, az valóban talál. És miután megkeresztelkedett, eltűnik mellőle a lelki gondozó. Egyedül marad. De most már soha többé nem lesz egyedül, mert az ő szövetséges Krisztusa mindig vele lesz. És az ő társaságában érkezik haza, az ő szövetségében marad meg mindvégig, és nyilván, vagy valószínű, hogy azért lettek keresztény gyülekezetek olyan korán Etiópiában, mert valaki elkezdett beszélni ott Jézusról. Lehet, hogy éppen ő volt az. Ez már nincs itt leírva, ezt nem tudjuk. De az bizonyos, hogy aki Krisztustól új életet kap, az nem hallgat ő róla. Akinek a szíve tele van Jézussal, annak a száján is kijön az ő neve, és mivel ő vagy valaki más bizonyságot tett ott Etióp földön Jézusról, Isten további munkája az, hogy ott is megnyitotta sok etiópnak a szívét, és gyülekezetek alakultak, azok a maguk családjában meg környezetében megint csak bizonyságot tettek, és így terjed az evangélium. Itt érkezett el annak a pillanata, amit Jézus a Cselekedetek 1.8-ban, mint a misszió munkatervét így vázolt az apostolok előtt, a Szentlélek eljön rejátok, és tanúim lesztek, először Jeruzsálemben, azután Júdeában, azután a félpogány Samáriában, majd a föld végső határáig. Etiópia nem a föld végső határa, de kitört az evangélium pogány területre. És ez mind-mind Isten munkája volt. Attól kezdve, hogy ellenállhatatlan vágyat ébresztett egy ember szívében, azon keresztül, hogy vállalta az áldozatot is, hogy az élő Istent megismerhesse, hogy Biblia kerül a kezébe, hogy egyszer csak jön valaki, aki megmagyarázza, amit nem ért, hogy megvilágosodik az értelme, megtelik a szíve bizonyossággal, Jézus szövetséges társa lesz a keresztségben, lezárja a múltat, és egy új szakasz kezdődik, és attól kezdve, mint az ő bizonyságtevője, egészen megváltozott életet él. Ezekre nem lehet azt mondani, testvérek, hogy történetesen követték egymást ezek a kedvező események, meg hogy véletlen, meg szerencse, hát tudjuk is az igéből, hogy nem véletlenül ment oda Fülöp, és tudhatjuk, hogy nem véletlenül tette meg ezt az utat ez az ember sem. Mint ahogy nem véletlenül folytatódott úgy, hogy Fülöpöt meg Isten a tengerparti városokba parancsolta, és végig evangelizálta ott, Azótusztól egészen az északon fekvő Cézáreáig ezeket a városokat. Nem véletlenek uralkodnak, hanem az Úr uralkodik. És ő cselekszik, és boldog ember az, aki megismeri őt egyre jobban, mint cselekvő Istent, aki észreveszi a maga személyes életében is Isten munkáját, aki számít arra, hogy Isten cselekedni fog, kitágul a horizontja az ilyen embernek, megtelik a szíve reménységgel és örömmel, mert attól kezdve nem csak magára van utalva és hagyatva, hanem a cselekvő Istennel éli az életét.
mert Isten tud beszélni ma is mindegyikünk szívével, mint ahogy beszélt ennek a kincstárnoknak a szívével. És ő meg tudja világosítani minden ember értelmét, mint ahogy az övét is megtudta. És ő összehoz minket olyan emberekkel, akik közelebb segítenek hozzá, mint ahogy őt is összehozta Fülöppel. És ad a kezünkbe Bibliát, és megajándékoz olyan ige magyarázatokkal, amik segítik megérteni az igét, megnyitja előttünk az ige ajtaját, megnyitja a szívünket az ige előtt, és megnyitja a szánkat is, hogy aztán tudjunk az ő képviseletében, az ő hatalmas tetteiről másoknak is bizonyságot tenni. Egész sor Zsoltár magasztalja Istent azért, mert ő cselekszik, és némelyik Zsoltár szinte már az unalomig sorolja Istennek a tetteit. Most csak egy Zsoltárból egy rövid részletet hadd olvassak ennek a szemléltetésére. A 33. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Amit ő mondott, az megtörtént, és amit parancsolt, az előállt. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad. Szívének szándéka nemzedékről nemzedékre megvalósul. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára, hiszen ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. De mi ismerjük-e, és felismerjük-e az ő tetteit? Milyen előnyei vannak annak, hogyha valaki a cselekvő Istent ismeri meg egyre jobban? Néhányat szeretnék csak megemlíteni. Aki tudja, hogy Isten cselekvő Isten, az így néz minden emberre. Vagyis bizonyos abban, hogy Istennek minden lehetséges. És ezért senkiről nem mond le az ilyen hívő. Nem hagyja abba az értevaló imádkozást, bízik abban, hogy Isten bármi jót elvégezhet az ő életében is. A másik, hogy így néz önmagára is. Észreveszi az ilyen ember a saját életében Istennek a tetteit. Az, ahogy gyerekkoromban már olyan helyekre vitt, ahol őről hallottam. Hány kortársam volt, aki úgy nőtt föl, hogy nem is hallott hiteles információkat Istenről. Csak az apjától hallotta Isten nevét, mikor káromkodott. Micsoda kiváltság az, hogyha bennünk már korán elkezdett munkálkodni. És micsoda kiváltság, ha egy életet lett eltöltött valaki ő nélküle, de nem hagyta úgy meghalni, hogy meg ne ismerje őt. És akkor lépett be az életébe. Ő tudja, hogy melyikünk életében mikor akar belépni, de fontos az, hogy lássuk az ő tetteit az életünkben. És aki ismeri a cselekvő Istent, az így néz az érte végzett szolgálatra is. Nem nekünk kell meggyőznünk embereket, akármilyen érvekkel, például Isten létéről, vagy a teremtés csodájáról, vagy a megváltás szükségességéről. Nekünk csak az a feladatunk, hogy elmondjuk azt, amit róla tudunk. Vagy elmondjuk azt, hogy mit végzett el az életünkben. Vagy esetleg azt, hogy hogyan láttuk mások életében Isten cselekedeteit. És bízzuk ő rá, hogy ő majd meggyőzi. Ő majd legyőzi a kételyeit. Egyedül neki van erre hatalma. Sokkal több reménységgel, sokkal több örömmel, sokkal felszabadultabban tudnánk élni, és végezni a bizonyságtétel szolgálatát is, vagy akár mindennapi munkánkat is, hogyha jobban megismernénk a cselekvő Istent, és ha számítanánk arra, hogy ő mindez ideig munkálkodik. Még valamit befejezésül, ha ennyire minden Isten cselekvésétől függ, mint ahogy azt ennek az etióp főembernek az életében is láttuk, akkor mi szerepünk van nekünk? Mi szerepe van a hitnek?
ha mindent Isten cselekszik, akkor nekem semmi dolgom, várjam, hogy ő majd cselekszik, és én föl vagyok mentve minden alól. Akkor miért mondta Jézus azt, hogy higgy? Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Miért mondta azt, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem? Miért volt az első mondata már az, amikor elkezdte a nyilvános működését? Hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Ezt a két csodát nem szabad egymással szembeállítani, sőt egymástól elválasztani sem. Mindent Isten cselekszik. És ő mégis felelősségünké tette azt, hogy amikor mond valamit, akkor tegyük. Amikor indít valahova, akkor lépjünk. Amikor kínál ajándékot, akkor fogadjam el, és köszönjem meg, és örüljek neki. És arra használjam, amire adta. Esetleg arra, hogy tovább kell adni más valakinek. Isten nem kapcsol ki minket az ő munkájából. Hiába ügyködnénk és buzgolkodnánk, ha ő nem cselekedne. Semmit nem ér. Ahogy Jézus mondta, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De nem leszek részese az ő ajándékainak és munkájának, hogyha azt, amit viszont rám bíz és rajtam kér számon és nekem mond, nem teszem meg. Aztán utólag látni fogom, hogy még azt is neki köszönhetem, hogy én ezt megtettem. Mert ő tette készé a szívemet. De mégis számon kéri rajtam, és felelőssé tett érte. Ma divat ezt a kettőt külön választani, és vagy az egyikről, vagy a másikról beszélni. A Biblia mindig együtt említi a kettőt. Mindent ő cselekszik. És aki visszanéz a maga hívő életében, elsorolhatja, hogy ez is az ő tette volt, ezt is neki köszönhetem. Én csak megajándékozott vagyok. De mégis kiderül, hogy úgy ajándékozott meg, hogy tartottam a kezemet közbe. És tudtam, hogy rászorulok az ő ajándékára, és bíztam abban, hogy ajándékot fog adni, és nem valami mást, kellett az én hitem is. De még az én hitemet is ő gerjesztette bennem. Legyen áldott az ő neve. Erre az igaz Isten ismeretre kell eljutnunk, és ebben elmélyülnünk. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy Te ma is cselekszel, és mindent mindig jól cselekszel. Áldunk a Te kimondhatatlan bölcsességedért, meg nem érdemelt irántunk való szeretetedért, égigérő irgalmadért, kegyelmedért és hűségedért. Könyörülj rajtunk, és segíts, hogy egyre jobban megismerjünk Téged. Tudjuk, hogy senki nem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja jelenteni. Kérünk Téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, jelens ki nekünk az Atyát. Segíts el minket egyre teljesebb és igazabb Isten ismeretre. És így taníts meg minket egyre jobban bízni benned. Engedd, hogy lássuk a láthatókon túl a láthatatlanokat is. Szabadíts meg minket minden félelemtől, minden babonaságtól, minden szerencse meg bal szerencse hittől, és taníts meg minket teljes szívünkből hinni benned. Kérni és válni a te cselekedeteidet, számítani a te csodáidra, és magasztalni téged mindezért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által.
Amen. Isten velünk, viszontlátásra!